Korábban piac hívták a Kossuth teret. A tér sarkán a mostani Táncsics utca tengelyében állt egy Szent Háromság szobor. Hogy mióta, arról hiteles adatok eleddig nem kerültek elő. Az 50-es években azonban, mint a klerikális reakció elemét, az akkori hatalom eltávolította onnan. Mivel közel 120 éves lesz lassan a művésztelep, az első művészek már, sőt már Pettenkofen is készített olyan Kossuth téri, rajzokat, vázlatokat, festményeket, amik, amiken látható ez a Szent Háromság szobor, ismerünk ilyen Deák Ébnertől, szinte majdnem minden kor művésze megfestette úgy a kosúteret, hogy látható volt rajta a Szent Háromság szobor, tehát biztos, hogy több mint száz éve ott van, én szerintem legalább 200 éves lehet. Hogy a szobor hova lett, nem tudható. Korabeli fotókon ugyan látszik, ám az akkori fényképek nem azzal a célral készültek, hogy a szobrot magát örökítsék meg, hanem a főteret. Így viszont nincs hiteles ábrázolás, amely alapján újraalkotható lenne a szoborcsoport. A szolnoki szobrászművész most abban reménykedik, hogy padlászugából, pince mélyéről előkerülhetnek az eddig felelteknél pontosabb, részletgazdagabb ábrázolások hát a családi albumban van olyan fotó régről, ami esetleg lehetőséget ad egy rekonstrukcióra, mert ha nem, akkor ugye a másik lehetőség marad, hogy egy 20. századi vagy 21. századi művész a meglevő régi arányok alapján készít megállapodás szerint négy olyan figurát, aki vagy a négy evangélista, vagy négy kiválasztott szent, a Szentháromságon nem kell gondolkodni, ott viszont megint az arányokat a régi fotók alapján meg lehetne tartani. A szobor posztamense viszont ma is áll, igaz nem eredeti helyén, hanem a jelenleg felújítás alatt álló Ferences templom sarkánál. Az obeliszk vulkáni tufából készült, ám az eltelt évszázadok meglátszanak rajta, renoválása elkerülhetetlen. A templom előtti tér felújítása során viszont kijelölték a Szent Háromság szobor helyét is. Itt, a templom és a Mária utca tengelyében szemben a Szűz Mária Szoborral.